Üdvözlök mindenkit! Kis Gergely vagyok, a Matakis Consulting Kft-től, és az Androidról fogok beszélni. Az előadás címe az, hogy Android 2 évvel később, mivel az előző FSF konferencián körülbelül 2 évvel ezelőtt már tartottam egy előadást az Androidról, és ahogy akkor is, most is, főleg fejlesztői szempontból fogom megvizsgálni a platformot. Először pár szóban magunkról, hogy Matakis Consultingnél főleg szoftverfejlesztéssel és informatikai tanácsadással foglalkozunk. A legkülönböző platformokra, itt kiemelten a mobil platformok, az Androiddal, a Blackberry-vel, iPhone-nal, illetve webes rendszereknél, Java Enterprise Edition, PHP, XTS alapon dolgozunk. Ezen kívül vannak desktop fejlesztéseink is .NET alapon. Mikről fogok beszélni az a következő egy órában? Először is az Android történetéről, aztán röviden néhány kiválasztott újdonságról az Android 4.0-nak. Ugye annyi újdonság van az új platformban, hogy egy óra is kevés lenne azt mind elsorolni. Azután benézünk a motorháztető alá, hogy mitől működik az Android, mik azok a dolgok, amikről viszonylag kevesebb beszélünk. Így például a Binder Framework, ami a különböző folyamatok közötti adatcserét biztosítja, ezen kívül arról beszélek még majd, hogy hogyan tudjuk portolni egy új platformra az Androidot, illetve hová tűnt a forráskód az elmúlt néhány hónapban. Most már előkerült, tehát mindenki nyugodjon meg, már megvan, csak egy ideig eltűnt az internetről. Ezután kicsit megnézzük, hogy milyen árnyoldalai vannak az Androidnak. Ugye egyrészt van a nyíltság, ami annyira érdekes téma, hogy az ebéd után lesz majd egy külön előadás is erről. Ezen kívül elárvult készülékek, fragmentáció, végül pedig egy esettanulmány, ami egy Android 4.0-as feature-nek a bemutatása lesz. Hogyha néztétek a projektort az előbb, akkor már tudjátok, hogy mi az, és ezt most miért csináltad, és miért ment el. Addig mondom tovább fejből. Tehát, ahogy néztetek a projektort, ödöm nekünk. És már vissza is értünk. Tehát, hogyha néztétek a projektot korábban, mióta elkezdtem az előadást, akkor már talán tudjátok, hogy miről lesz majd szó. Mi is az az Android? Talán ezt a kérdést már nem érdemes föltenni, de a lényeg az, hogy ez egy szoftverplatformként indult mobileszközökhöz, nyílt forráskódú, Linux kernelre épül, ugye mindenféle mobileszközön fut már, illetve nem annyira mobilon is, mivel a tévénket ritkán cipeljük a hátunkon. Tehát mondhatjuk, hogy gyakorlatilag az élet minden területére bekerült. A legutóbbi adás óta ugye megjelent egy egészen új formátum, készülékformátum, ez a tabletek, természetesen itt is remekül működik az Android. Ezen a szlájdon azt látjuk, hogy gyakorlatilag az elmúlt egy évben majdnem megduplázódott az Androidnak a részesedése az USA-ban, mégpedig az okos telefon előfizetők körében, hogyha nézzük. Ami miatt az érdekes, nagyon szépen lehet látni azt a trendet, hogy közben a BlackBerry-nek megfeleződött a részesedése.
az iOS alapú eszközök azok egy kicsit növekedtek, tehát stabilan 25-30% körül állnak, az Android most már 40% fölött van, a Windows Phone pedig inkább csökkent, 10-7% között mozog. Lássuk, hogy honnan indult az Android. Ugye először 2003-ban alakult az Android részvénytársaság, ezt 2005-ben felvásárolta a Google, és 2006-ban jelentek meg az első olyan pletykák, hogy a Google az fontolgatja a belépést a telefonpiacra. A pletykák ugye 2007 végére értek be, amikor megalapult az Open Handset Alliance, ugye a Google mellett olyan cégek, mint a HTC, a Motorola, az Intel, Qualcomm, alakították ezt az ipari egyesületet, aminek az a célja, hogy az Androidot terjessze. 2007 végén jelent meg az első Android SDK is, ez volt az első betekintés abba, hogy hogy fog kinézni a platform, illetve bejelentettek egy 10 millió dolláros Android Developer Challenge-ot annak érdekében, hogy sok alkalmazás készüljön el még azelőtt, hogy 2008 végén megjelennének az első készülékek, ugye szeptemberben jelent meg a T-Mobile G1, illetve akkor jelent meg az Android 1.0-nak a végleges verziója is. Ugye 2009-2010-ben az Android gyakorlatilag meghódította a telefonpiacot, 2009-ben 4 platformváltozat lett kiadva, 1.1, 1.5, 1.6 és 2.0. A gyermekbetegségeket, kezdeti problémákat nagyrészt orvosolták, ekkorra már lehetett natív kódban is fejleszteni hivatalosan, tehát nem úgy, hogy meghekkelem a platformot. És 2010-re pedig gyakorlatilag piacvezetői vált az Android, ugye megjelentek a Froyo, a Gingerbread változatok, illetve a hardware dumping alakult ki gyakorlatilag minden mobil szolgáltatónak a kínálatában megtalálható rengeteg különböző androidos eszköz. Ugyanakkor előkerültek az árnyoldalak is, hogy a platform az fragmentált lett, ez azt jelenti, hogy nagyon sok eszköz van, ami még nagyon régi Android verziót futtat, ezért a fejlesztők nem tudják kihasználni a legújabb készülékek lehetőségeit. Illetve ugyanezzel kapcsolatos, hogy az elárvult készülékek, ami azt jelenti, hogy ezek a készülékek nem is fogják sohasem futtatni az újabb verziókat, mert a befejezte a gyártótámogatást. 2011 egyértelműen a tablet éve, ugye megjelentek az androidos tabletek is, megjelent a Honeycomb verzió, ami erre a formátumra optimalizált kezelőfelülettel rendelkezett. Továbbra is a mobiltelefonok a Gingerbread verzió 2.3-as futott egészen mostanáig, amikor egyesítették a két ágat, ugye ez lett az Android 4.0 vagy Ice Cream Sandwich a kódnév, és emiatt nem is fogják kiadni a Honeycombnak a forráskódját, hogy a további fragmentációt elkerüljék, hanem mostantól minden az Android 4.0-ra fog épülni. Mint mondtam az elején, az Android 4.0-ban nagyon sok minden változott, ugye értelemszerűen a 3.0-as fejlesztések is bekerültek a most már telefonokra is elérhető, ilyen például a 2D grafikus gyorsítás, vagy a RenderScript rendszer, ami lehetővé teszi azt, hogy bonyolult grafikus műveleteket adott esetben teljesen a GPU végezzen, már ha a GPU az adott eszközben ezt támogatja. Az üzleti funkciók tárháza is egyre jobb lesz, ugye látszik az, hogy a BlackBerry piacán van keresnivalója az Androidnak, és ott pont ezek azok a funkciók, amik eddig speciálisak voltak a BlackBerryhez, hogy titkosítás, akkor házi rendek kezelése, hogy milyen jelszavakat adhasson meg az adott ember a telefonon, illetve például az, hogy távolról
hogyha ellopnák egy céges telefont, akkor távolról lehessen törölni az összes adatot róla. Ez is a cég számára fontos. Ezen kívül új fejlesztői segédletek jelentek meg, vagy fejlesztői APIK a szociális hálózatokhoz, hogy több különböző szociális hálót tudjunk kezelni egy egységes APIval anélkül, hogy külön meg kellene írnunk a Facebookhoz, a Google Plushoz és így tovább az alkalmazásunkat, illetve ugyanezt megcsináltak a naptárra is, hogy az Exchange-es naptárunk, meg a Google-ös naptárunk is kényelmesen tudjon együtt dolgozni. Ami egy érdekes dolog, ez a streaming média támogatás. Kérdezhetitek, hogy miről beszélek, amikor az 1.0 óta tudtunk YouTube videót nézni Androiddal. Ez úgy működött idáig is, hogyha HTTP protokollal az internet, hogy ilyen webes videót le akartunk játszani, ez természetesen működött. Viszont, hogyha egy alkalmazásból szerettem volna azt csinálni, hogy én valahonnan összeállítok egy videó streamet, amit le szeretnék játszani, ez lehet például egy videótelefon alkalmazás, akkor azt a media player közvetlenül nem tudta lejátszani, hanem csak fájlból volt képes lejátszani, vagy pedig valamilyen HTTP vagy RTSP protokollon kellett volna beadagolni, ami egy telefonon belül még HTTP szervert rakjak fel azért, hogy le tudjam játszani azt a videót, az elég kényelmetlen volt. Ha kérdezhetetek, hogy akkor hogy működik, hogy a Skype-nak van videócsat funkció Androidon, úgy működik, hogy a Skype-nak egy alányulnak a platformnak, és gyakorlatilag a nem hivatalos SDK megoldásokat használnak, hanem nem publikus API hívásokkal elérik egészen a belsejét ennek a lejátszó rendszernek, és úgy tudják lejátszani. Ezen kívül egy érdekesség, hogy most már a text service segítségével lehet külső helyesírásjelzőket is integrálni a platformban, mint mondjuk például a Hunspell-t. Nézzük meg, hogy akkor a nyílt forráskódú része az Androidnak az hogy alakul. Ugye van az AOSP, az Android Open Source projekt, ami a Google által kiadott forráskódot menedzseli. Itt minden egyes platform verzióhoz külön fejlesztői ágak vannak, illetve van egy master ág, ami azért érdekes, mert ebben mindig a legfrissebb platform és a közösségi fejlesztések is benne vannak. A master ágból időről időre a Google beolvasztja a fejlesztéseket, közösségi fejlesztéseket az éppen aktuális saját belső fejlesztő verziójába. Így lehet bejuttatni új feature-eket külső, nem Google fejlesztőknek a platformba. Viszont tény az, hogy nincsen útiterv. Ez azt is jelenti, hogy nem lehet tudni előre a fejlesztés irányát, tehát könnyen lehet az, hogy a Google-nek a terveivel ellentétes egy feature, amit megcsinálunk. Ekkor valószínűleg a master branch-ba se fogják már elfogadni a változtatásunkat. A Google fejlesztők aktívan részt vesznek egyébként a levelezés listákon. Tehát, hogyha kérdés merül fel, hogy egy adott funkciót elfogadnak-e, akkor meg lehet beszélni, illetve nyilván elmondják azt, hogy ők mit szeretnének egy adott megoldásban látni. Milyen fejlesztőeszközöket használunk? Ugye az Android forráskódja az a Git-ben van tárolva. A 160-170 repozitori volt a Gingerbread-ben. Ezt ugye egyesével kezelni elég kényelmetlen lenne, ehhez készítettek egy repo nevű eszközt, ami lehetővé teszi azt, hogy egyszerre az egész forrásfát kicsekkeljük, és utána dolgozzunk benne. A módosításainkat, ha vannak, akkor a Gerit code review rendszerbe tudjuk visszaküldeni. Fordításhoz pedig egyszerűen make-et használunk, ami nem teljesen szokványos, hogy egy úgynevezett nem rekurzív make rendszert építettek fel. Ennek az ismérve, hogy gyakorlatilag amikor kiadjuk, hogy make, akkor a memóriában egy óriási egy darab make file épül föl, gyakorlatilag egy darab make file-ba inkludolja be az összes projektnek a saját make file-ját, és így a make önmagában tudja kezelni a különböző függőségeket, nem kell mindenféle különböző külső trükköket használni. Végül
Linux és macOS X alatt tudunk fejleszteni így a platformot. Természetesen, ha csak alkalmazásokat akarunk fejleszteni, akkor Windows-on is van rá lehetőség. A fejlesztő eszköznél általában Eclipse-et vagy Xcode-ot szoktak használni. Na, lássuk, hogy az Ice Cream Sandwich-ben mi az, amit már tudunk róla. Hát azt tudjuk, hogy meghízott az elmúlt egy év alatt a platform. Tehát gyakorlatilag minden duplájára nőtt. 6 GB lesz a teljes forráskód, mire letöltjük, 25 GB, amikor lefordítjuk, 80 GB mindent lefordítunk. Azt írták a listán, hogy a 16 GB alatt inkább SSD-t használjunk, tehát meg különben jó lassú lesz, és hogy 5 óra CPU idő kell ahhoz, hogy leforduljon egyetlen konfigurációban az Android. Ez egyébként elég jól párhuzamosítható, tehát a fejlesztő, aki beírta annak a rendszerén 25 perc alatt lefordult, mondjuk ez egy 2 CPU-s Xeon valami csodagép, tehát azért a sima átlag PC-n ennél hosszabb ideig fog tartani. És akkor el is jutottunk a binderig, és ismét kikapcsolt a külső interfész, nem? Jó. Tehát a binder, ami mindent összeköt. Gyakorlatilag a binder az, ami a minden kommunikációt a programok közül, vagy mondjuk ugye a legnagyobb részét, azt végzi. Ez egy olyan IPC rendszer, mint amit mondjuk a D-busz, amit használunk desktop Linuxokon, viszont annál sokkal több funkciója van, illetve a megvalósítás miatt egyáltalán lehet neki több funkciója. Főbb tulajdonság egy objektumorientált megvalósításon, tehát majd mindjárt látni fogjuk, hogy ez pontosan mit jelent. Ezen kívül objektum azonosságot biztosít, az azt jelenti, hogy ha két helyről megkapom ugyanazt a dolgot, akkor össze tudom őket hasonlítani, és rá tudok jönni, hogy ez azonos. Ez egy nagyon fontos tulajdonság, mert például így az objektumokat tudjuk biztonsági azonosítóként, tokenként használni, hogyha megkapok egy hívásban egy ilyen azonosítót, akkor össze tudom hasonlítani nekem már meglévővel, és tudom, hogy honnan érkezett a hívás. Ezen kívül tud folyamat azonosító alapú szűrést is csinálni, illetve van egy az Androidnak külön jogosultságrendszer, ezt a binder szintjén is minden egyes metódus hívást ellenőrizni tudjuk, hogy tényleg az a program, aki most valamit szeretne csinálni, tényleg van-e ahhoz joga, amit csinálni akar. A teljesítmény szempontból ugye látjuk, hogy az egész Androidot rálapozták, tehát valószínűleg elég gyors. Amik érdekes funkciók benne, hogy egyrészt file descriptorokat meg lehet osztani két teljesen különböző projekt programmal, valamint memória területeket is közvetlenül. Ez miért érdekes? Azért érdekes, mert hogy például, amit az előbb beszéltünk, média lejátszásról van szó, ugye ott ugye nagy mennyiségű adatot kell átküldenem egy másik folyamatnak, ami a lejátszást csinálja. Tehát ennek az egyik leggyorsabb módja, hogyha egy file descriptort átadok, és ott gyakorlatilag mintha egy fájlból olvastam ki az adatokat, úgy tudok vele dolgozni, és ugyanolyan gyors is, mint hogyha simán a fájlból tudná kiolvasni, de ez lehet akár hálózaton, lehet egy ilyen virtuális fájl, ami csak a memóriában létezik, és így tovább. Ezen kívül közvetlenül memória területekre is tudok írni, így a felület is így áll össze, hogy az egyes folyamatok megkapják a memória területnek egy részét, amire közvetlenül tudnak rajzolni, és azok valójában már a kompozitor, a Surface Flinger nevű komponens, ami a grafikus hardware-t kezeli, az foglalta le ezt a memóriát, tehát így nem többször másolódik át a rendszeren, mire eljut a képernyők, hanem közvetlenül a képernyőhöz tud írni a minden egyes alkalmazás. És most nézzük egy kicsit nem hivatalos történetet. Ugye az Androidnak ez a része, tehát a binder, az egészen a BOS-ig nyúlik vissza, amikor a 2000-es évek elején elkezdték fejleszteni a BOS-nak a következő verzióját, mielőtt tönkrement volna a BOS és beolvadt volna a Palmba. Azelőtt elkezdték fejleszteni a bindert, amit később a Palmnál folytattak, és a Palmban és Cobalt rendszernek volt az alapja.
amit aztán a PAM leállított, és sikerült a Open Binder néven kiadni az akkori Binder verziót, illetve a nagy elszívás keretében a Google átmentek a Binder fejlesztők többen, konkrétan a főfejlesztő is, és így az Android, a Binder egy teljesen újraírt verziója alapul. Nézzünk pár OIPC alapfogalmat. Ezt valamiért nem akarja megmutatni. Milyen fogalmakat kell megismernünk ahhoz, hogy tudjunk egy ilyen objektumorientált IPC rendszert használni. Az IPC az a folyamatok közti kommunikációnak a rövidítése. Először is van egy interfész, amiben azt írjuk le, hogy milyen műveleteket szeretnénk egy másik programmal elvégeztetni. Ezután ahhoz, hogy ezt a műveletet el tudjuk végezni, egyrészt a hívó folyamatban kell egy proxy, ami majd átküldi, úgy viselkedik, mintha ő lenne a valódi végrehajtója a műveletnek, de valójában a feladatot csak átküldi a végrehajtónak, amit a végrehajtó visszaküld, és így a hívó programnak jó esetben nem is kell tudnia, hogy egy távoli funkciót hajtott végre. Ennek az egyik oldalon, ugye a hívó oldalon van egy proxy megvalósítás ennek az interfésznek, vagy műveletnek, ami csak az átküldést csinálja, és a másik oldalon pedig van egy stub része, ami egyrészt dekódolja az IPC rendszerből érkező hívást, úgyhogy azt aztán értelmezni tudja a szerverprogram, általában egy helyi metódus hívásra alakítja, és utána az eredményt is ugyanúgy visszaküldik. A bindernél ezt úgy valósítják meg, hogy van egy kernel modul, ami egyrészt az objektumok referencia kezelését végzi, memória managementet és így tovább. Ezen kívül van egy C++ alapú könyvtár, tehát C++ nyelven tudunk ilyen szolgáltatásokat készíteni, valamint van egy C++ lépő Java könyvtár is, amihez, hogy az egyszeri fejlesztő is kényelmesen tudjon vele boldogulni, kiírtak egy programot, ami legenerálja a Java nyelvű proxy és stub megvalósításokat. Így tényleg nagyon egyszerűvé válik a szolgáltatások használata. Viszont kézzel sem egyszerű megírni, C++-ban továbbra is kézzel kell. Egy nagyon egyszerű példa, hogyha egy összeadó szolgáltatást akarunk csinálni, akkor az interfésznek a definíció az összesen ennyi. Tehát megmondom, hogy szeretnék egy ilyen összeadó interfészt létrehozni. A proxy pedig annyiból áll, hogy a binder keretrendszernek van egy parcel elnevezésű adatstruktúrája. Ez gyakorlatilag arra jó, hogy mindenféle adatot tudunk egy csomagba összerakni és gyorsan átvinni a másik oldalra. Bepakoljuk a két számot, amit össze szeretnénk adni, és megmondjuk, hogy küldje el a másik oldalnak. Míg a visszatérő oldalon, tehát a szerver oldalon pedig egyszerűen kicsomagoljuk, és utána, miután összeadtuk a két számot, visszaküldjük. Tehát látható az, hogy nagyon egyszerű még, amikor kézzel írjuk, akkor is használni, és ugye Jávában pedig erre sincs szükség, hanem egyszerűen ez a kód, amit itt most C++-ban meg kellett külön írni, az Jávában teljesen automatikusan készül el. Ugye az Android szinte minden, vagy nagyon sok hardware-en fut.
de azonban ugye új hardverek mindig megjelennek, illetve vannak még régiek, és amikre nem portolták, tehát előfordul az, hogy portolni kell új hardverre Androidot, mi is csináltunk már ilyet. A Linux kernel az azért egy érdekes dolog, mert az tényleg, hogyha beágyazott világot nézzük, akkor egy bizonyos hardware teljesítmény fölött nincs olyan eszköz, ami ne támogatna Linuxot. Nagy valószínűséggel ezért választotta a Google annak idején a Linux kernelt, és nem azért, mert ők annyira szeretik a Linuxot, hanem gyakorlatilag a Linuxnak a beágyazott iparban a hardware támogatása az jobb, mint a Windowsé. Konkrétan például a MIPS platformra Windows az nem igazán van, Linux meg igen. Tehát innentől kezdve láthatjuk, hogy a Linux az több platformot támogat beágyazott irányban, és az első fejlesztések, hogy az Androidon azok a mobiltelefonokat célozták. Hát a nagy valószínűséggel van Linux kernel, ami elindul azon a hardware, amire szeretnénk portolni az Androidot. Viszont nem biztos, hogy a megfelelő verzió. Ugyanis sajnálatos módon a beágyazott világban a cégek, akik fejleszték ezeket a chipseteket, azok általában kevés kivételtől eltekintve jól le vannak maradva a legfrissebb kernelhez képest. Ott van olyan, ahol még mondjuk a 2.6.32 a legutolsó verzió. Tehát az meg már ugye elég régi. Ahhoz képest, hogy mondjuk a legfrissebb Android verziók meg már 2.6.38 és a többi kernelt használnak. Úgyhogy valószínű, hogy vissza kell portolni, hogyha nincs újabb kernel verzió az adott hardware, akkor vagy meg kell írnunk rá, vagy vissza kell portolni a már korábbi verziókra a friss Android drivereket, hogy a legfrissebb Androidot futtathassuk. Ez egyébként relatíve egyszerű, tehát egyszerűbb megoldani, mint akár magát az adott platformnak a kernelét felfrissíteni legújabbra, az ennél bonyolultabb szokott lenni. A következő rész a userlandnek a portolás, a userlandnek hívjuk mindazt, ami nem a kernel. Itt valójában túl sok dolgunk nem lesz, mivel mind az x86, mind az ARM, mind a MIPS architektúrát támogatja már az Android alapból. Tehát, hogyha valamelyik három architektúrához tartozó utasításkészletű a rendszer, amit használunk, és erre azért jelentős esély van, akkor ezzel nem is kell dolgoznunk, de ha mégis, akkor pedig egyrészt a C-könyvtárat, a Dalvik virtuális gépet, illetve a megjelenítéssel kapcsolatos részeket, a Skia, Pixel Flinger, RenderScript Engine, ezeket kell az adott platformra portolni. Ez a többieknek általában van egyébként sima C-s megvalósításra, tehát nem kell rögtön megírnunk az assemblyben optimalizált részeket ahhoz, hogy ki tudjuk próbálni. Ha idáig eljutottunk, akkor van az Androidból egy olyan emulátorunk, vagy egy olyan emulátornak megfelelő funkcionalitású verziónk, ami a mi új hardverünkön el fog indulni. Érdekesség, hogy egyrészt most, amíg nem adták ki az Ice Cream Sandwich-nek a forráskódját, ezzel játszanak a ráérő fejlesztők, hogy az SDK-ból kiszedik a lefordított Android binárisokat, és akkor úgy portolják a hardware-re, hogy rárakják, és addig hegesztik, amíg el nem indul. Nyilván ez nem lesz egy teljes értékű port, hanem körülbelül ugyanazokat a képességeket fogjuk látni az igazi hardware-en, mint az emulátoron, tehát hogy telefonálni nem tudunk vele, meg WLAN-t használni, az elég valószínű. A következő lépés, hogy egyrészt a grafikus drivert kell portolni, hogy ne legyen lassú, mert ez általában a legnagyobb probléma, és ez a legnagyobb akadálya is annak, hogy új készülékekre mi magunk otthon ráportoljuk az Androidot, ugyanis általában a grafikus hardvereknek a meghajtó programjai azok nagyon-nagyon titkosak, tehát a különböző chipgyártók nem szeretik ezt kiadni, sőt előfordul, hogy még mindenféle
NDA-k aláírása után is csak nagykegyes nobinárist kapod meg, mert hogy az legyen elég. Így rá vagyunk utalva a chipset gyártókra, hogy egyrészt portolják Androidra a grafikus driverüket, jó minőségben portolják, mert láttunk itt is néhány szörnyű dolgot, és hogy záros határidőn belül frissítsék is a drivert, amikor megjelenik egy Android verzió. Na ez az, ami nem mindig szokott összejönni. Nyilván egyéb drivereket is kell portolni, de ezek a legkritikusabbak. Ugye a kernelorg incidens, és itt a válasz arra, hogy hova tűnt a forráskód. Ugye augusztus közepén végén kiderült, hogy feltörték a kernelorgot. Ugye ez az a infrastruktúra, ami tárolja a Linux kernelnek a fejlesztői verzióit, vagy tárolta, amíg fel nem törték. Most már nagyrészt kezd visszaállni a szolgáltatás, de hónapokig ugye nem volt elérhető, amíg ugye át kellett vizsgálni, végig kellett gondolni, hogy akkor miért történhetett az meg, és az egész rendszert újra kellett építeni. Az miért érdekli az Androidot? Hát azért, mert hogy korábban a kernelorgot használta az Android a forráskód tárolására, volt ugye az android.git.kernelorg, és onnan lehetett letölteni a forráskódot. A Google úgy döntött, hogy ennek hatására, illetve állításuk szerint már korábban is dolgoztak a váltáson, hogy a saját szervereikre mozgatják a tárolókat, illetve a code review rendszert is, és a 4.0-nak a bejelentés napján újra elérhetővé vált a korábbi forráskód már a Google szerverekről. Elég nyílt az Android. Ugye ez egy mindig érdekes kérdés. Amikor 2008-ban kiadták az Android 1.0-át, akkor számomra meglepő módon egy teljesen működő rendszert kaptunk. Tehát én a korábbi tapasztalatok alapján arra számítottam, hogy majd kiadnak egy pár száz megabájtnyi forráskódot, ami persze lefordulni nem fog, és mondjuk a lelkes fejlesztők olyan fél-egy év múlva már le is tudják majd fordítani, amíg a hiányzó dolgokat belerakták, mert egyáltalán nem számítottam arra, hogy egy működő valamit fog kiadni a Google. Általában nem, amikor egy ilyen nagy-nagy kódnyitás történt, akkor nem ez volt a megszokott. Ezzel szemben gyakorlatilag három parancsal lefordítható rendszert kaptunk, teljesen jól működött minden, és mégis rögtön jöttek az első vélemények, hogy hát nem elég nyílt az Android, ott volt az összes forráskód, néhány hardware-specifikus driveren kívül minden ott volt, ami ugye zárt kódú drivereink pedig vannak desktopon is, tehát nem volt annyira különböző a megszokott egyébként nyíltnak tartott Linux rendszerektől. Utána letisztult ez, és hogy mégis mi az a kritika, amivel illetik általában a nyíltsággal kapcsolatban az Android, az egyik az, hogy nincs úti terv, illetve a Google határozza meg az úti tervet, és mi erről nem tudunk, hogy ők mit akarnak. Ez egyébként nem annyira speciális dolog. A nyílt forrású világban többféle fejlesztési modell létezik, az egyik a közösségi fejlesztés, amikor közösen történik a fejlesztés, mindenki tud mindenről jó esetben, és van ez a commercial open source, vagy üzleti open source fejlesztés, amikor van egy cég, akik kiadják nyílt forrásuként az adott kódot, de csak a stabil verziókat, és ha egyébként zárt ajtók mögött csak az üzleti partnerek bevonásával történik a következő verziónak a fejlesztése. Egyébként ez egy elterjedt modell, különösen az ilyen üzleti szoftvereknél, ERP és CRM rendszereknél lehet vele találkozni. Tehát ennek a modellnek felel meg az Android is, tehát nem azt kapjuk, mint amit néhányan esetleg vártak, hogy akkor a ilyen Debian vagy Linux kernel-szerű nagy közös családban fogjuk együtt írni az Androidnak a kódját. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a közösségi fejlesztéseknél sem garantálja semmi azt, hogy amit mi írtunk, az bekerül, és abba az irányba fog menni a közösségi fejlesztés, amit mit szeretnénk. Ettől természetesen mindenki számára frusztráló az információ irány, számomra is, de azt mondani, hogy emiatt nem nyílt az Android, ez szerintem hibás megközelítés.
Másik, ami miatt szokták mondani az, hogy az Android nem nyílt, az pedig az, hogy zárt forráskódú komponenseket használ. Ez sajnos a jelenlegi szabadalmi jogi környezet miatt, illetve az üzleti érdekek miatt a közeljövőben nem is fog megváltozni. Tehát főleg a beágyazott világban az, hogy ilyen nyílt forráskódú rendszerrel dolgoznak, ahol nagy része tényleg nyíltan elérhető, sőt még akár hackelhető is legálisan, tehát ugye a most már a Sony készülékek is legálisan saját kódot tölthetünk föl rá, ugyanígy a Google-nak a Nexus sorozata is ugyanez. Tehát ez egy óriási lépés előre onnantól kezdve, hogy hát semmit nem volt. Tehát egyáltalán nem létezett olyan formájú nyílt forrás. Ehhez képest viszont a chipset gyártók azok dollármilliókat, milliárdokat ölnek abba, hogy a különböző videócsippeket elkészítsék. És itt főleg a videócsippekről beszélünk, mint a problémás zárt kódú részek, mert mondjuk az, hogy a VLAN chipnek a firmware az egy zárt kódú dolog, az a legtöbb embert nem izgatja, mert úgy sincs olyan fordítója, amivel le tudná fordítani, ha nyílt lenne a forráskód. Ráadásul úgy is működik, és különben se ért hozzá. Tehát ez egy dolog. Ugyanakkor a grafikus driverek az érdekesek, mert általában van egy olyan része is a drivernek, ami viszont az Android rendszeren belül fut, és ha ez zárt kódú, akkor nem tudjuk mi módosítani az Androidot, vagy portolni mondjuk a legújabb Android verziót, mielőtt még a gyártó megtanni, mert egyszerűen nem tudjuk frissíteni ezt a felhasználói részben lévő drivert. Ez egy nagyon kellemetlen dolog tud lenni, ez való igaz. Nem tudom, hogy a közeljövőben várható-e az, hogy ez változni fog. Pozitív változás viszont, hogy úgy tűnik, hogy ez az egyetlen egy dolog az, amilyen zárt forrású lesz a jövőben. Tehát a Nexus S-nél például már gyakorlatilag az OpenGL driver talán, ami zárt kódú, talán még a GPS driver, de az meg egy viszonylag jól körülhatárolható rész, de tehát azzal nincsenek ilyen problémák. A hangkezelés, kodekek azok már mind nyílt forrásúvá váltak a Nexus S-nél. Kíváncsi leszek, hogy a Galaxy Nexus-nál a Samsung folytatja ezt az utat. Ugyanakkor, hogyha megnézzük, a közösségi fejlesztésnek is vannak buktatói. Hát igen, Windows. Hozzá kell tennem, hogy azért vagyok kénytelen Windows-t használni ezen a notebookon 14 év Linux-ozás után, mert Linuxon egyszerűen kritikán aluli a notebook teljesítménye. Tehát konkrétan két órás akkú idő, amikor a Windows pedig 5-öt tud, az azért szerintem nem az, amit elvárhatunk. Jó, tehát közösségi fejlesztésnek milyen buktatói vannak? Egyrészt a közösségi fejlesztés nem képes arra általában, hogy fél évente produkáljon egy hosszú évekig támogatható tényleg jó rendszert. Ha megnézzük, akkor az Ubuntu is csak két évente vállalkozik arra, hogy egy hosszú támogatású verziót kiadjon. A Debian ugye a majd, ha kész lesz megoldást választja. Linux kernel fejlesztésnél pedig csak fejlesztői verziók vannak. Tehát a kernel org, ami Linux Torvalds által feltöltött stabil kernelek, az senki ne gondolja, hogy arra a terméket lehet alapozni. Azon még sok fejlesztő nagyon sok száz mérnökórát fog dolgozni, vagy inkább ezres nagyságrendben, hogy abból a termékben szállítható verzió legyen, azok stabil mérföldkő kiadások. Az, hogy ez sajnos nincs így kommunikálva, ez megint csak a Linux kernel közösségi modelljének egy tulajdonsága. Szerintem hasznos lenne, hogyha ez tisztább lenne, hogy mindenki számára érthető lenne. Ugyanakkor a közösségben is kell egy erős kezű elfogadott vezető, tehát ott is van valamilyen szinten diktátor jelleg, illetve a telefonoknál ugye a tesztelés
az nagyon élő munkaigényes, de ez mindenhol így van. Csak mondjuk, hogyha a LibreOffice száll el, akkor gondolok egyet, kicsit ciki, hogyha mondjuk ezt egy előadás közben csinálja, de akkor se lesz gond. Viszont ha éppen üldöz a baltásgyilkos, és a 911-et vagy a 112-t próbálom hívni, és akkor mondja azt, hogy ups, akkor most én újraindulnék, ez egy kicsivel nagyobb problémákat tud jelenteni. Ugye az igazsághoz hozzátartozik, hogy az összes mobilgyár azt fogja mondani, hogy ez nem vészjelzésre való, hanem ahhoz tessék venni külön vészjelző gombot, ami csak annyit tud, de ettől függetlenül azért próbálkoznak, és ugye vannak nagyon komoly szabályozások, amik, meg minősítések, amiknek meg kell ahhoz felállni, hogy ugye ebben egy rádió adóvevő van, és a rádió adóvevők használatát elég komolyan szabályozza minden egyes állam. Tehát ezeknek a készülékeknek meg kell felelni egy sor olyan szabványnak, ami mondjuk egy irodai csomagnál, vagy akár egy asztali Linux disztribúciónál nincsen így. Emiatt is problémás, egy ilyen nagyon-nagyon szabad és közösségi fejlesztés. Mobiliparban ráadásul szereplők is mások, ugye itt nem a felhasználók a közösség részei, főleg a fejlesztő közösség részei, hanem a chipset gyártók, OEM-ek, akik a készülékeket gyártják, és a mobil szolgáltatók. Ugye az Android közösségben is vannak egyenlőbbek, általában minden platform verzióhoz vannak ilyen zászlóshajó termékek, és ezek jelenleg különböző gyártók közül kerülnek ki. Ugye az első volt a G1, ezt a HTC gyártotta, ennek nyilván az oka, hogy a HTC relatíve kisebb gyártó, ők bevállalták ezt a kockázatot. Aztán ugye a Nexus One volt az ő következő ilyen zászlóshajó termékük. Aztán Motorola-nál volt a Droid, ami, ha jól emlékszem, az 1.6 vagy 2.0-as verziónál volt az első változat, aztán a tableteknél meg a Xoom, illetve a Samsungnak meg ugye a legutóbbi két Nexus telefon az mind Samsung gyártmány. Tehát mindig vannak egyenlőbbek, akik nyilván hamarabb megkapják a forráskódot. Kezd nevetségessé van. Köszönöm. De ugye ilyenkor a többiek meg morognak, hogy ők miért nem kapták meg hamarabb. De az elárvult készülékek problémája, ez a grafika, ez bejárta így az internetet, és azért ez mutatja a problémákat, tehát ténylegesen vannak problémák, nem akarom ezt kisebbíteni, és engem is zavarnak. Ugye felül az látszik, hogy ha nem is lehet elolvasni, az látszik, hogy felül az iPhone-nál, hogyha megveszel egy iPhone-t, akkor nagy valószínűséggel 2-3 évig az iPhone-ra mindig fel tudod tenni a legfrissebb verziót, megkapod az iTunes-ból, letölti magának, felrakja, kész, örülünk. Androidnál ez nem ilyen szép, tehát az látszik, hogy csomó helyen sárga meg piros, ez azt jelenti, hogy egy vagy két vagy akár három platform verzióval is a legfrissebb mögött vagyunk. Ez nyilvánvalóan rossz a felhasználóknak, tehát ők szeretnék azt, hogyha legfrissebbek lenne, de nézzük meg, hogy mik lehetnek a lehetséges okok. Egyik ok, hogy a mobil szolgáltatóknak nincs igazán érdekük abban, hogy frissítsék, mert ők nem kapnak részesedést az alkalmazás eladásokból. A másik ok, hogy a Google-nak csak közvetett ráhatása van a készülékgyártókra. Aztán a harmadik ok, hogy belépőszintű készülékek, amit olcsón megkapunk egy forintért a különböző mobilszolgáltatóknak, azok már hardware szempontból most elavultnak tekinthetők, tehát konkrétan most új telefonként meg tudok venni mondjuk az iPhone 3G-vel azonos hardware-ű telefont. A 3G-nek mostanában fejezi be a támogatását az Apple-t. Jó, tehát ez is egy ok lehet arra, hogy miért nem tudják, vagy nem is csinálják a hosszú idejű támogatását ezeknek a belépő szintű készülékeknek. Viszont az, hogy a felső kategóriás készülékek is fél egy év után elavulnak, amik adott esetben 100-150 ezer forintba kerülnek, az viszont egy súlyos stratégiai hiba,
és hát nagyon reméljük, hogy ez megoldódik hamarosan. Ugye a fragmentáció további problémát jelent, ugye egyrészt amiatt, amit az előbb láttunk, másrészt az, hogy bárki kiadhat androidos telefont, ugye ez a nyíltságából következik a platformnak, emiatt nincs közdelezve arra, hogy a Google-nak a szabályait kövesse, és rengeteg pénzt áldozom olyan dologra, amiből neki nincs kezetlen bevétele. Hiszen már eladta a telefont, és plusz pénzt meg nem kap. Hát nyilván a Google is próbálkozik, ugye próbálja édesgetni magához a gyártókat, hogy akkor ha vállalod, hogy frissítsz, akkor hamarabb megkapod a forráskódot, illetve adott esetben azt is mondhatja, hogy ha nem frissítesz, akkor majd nem lesz market a telefonodon, de egyelőre ezt még nem látjuk. Jó, ez az idő hiányában átugorjuk, és el is érkeztünk az esettanulmány részhez, ami arról szól, hogy az Android 4.0-nak az új funkcióját, a text service-t hogyan tudnánk arra használni, hogy legyen egy jó használható helyesírással nőrzőnk Androidra. Ugye lehetőséget ad a text service erre, tehát ezt meg tudjuk csinálni. A feladat az, hogy a Hunspell-t integráljuk. Hogyan tudjuk ezt megtenni? Egyrészt a Hunspell library-t portolnunk kell Androidra. Ehhez írnunk kell egy ilyen ívrepert, ami arra jó, hogy Java-ból el tudjuk érni, mivel ez a text service ez egy Java szolgáltatás, amiben integrálódnunk kell, és utána meg kell írnunk a saját implementációnkat. A Hunspell portolása az elég egyszerű, mert egy szép portolható kód. A fő feladat az, hogy az Android build rendszeréhez tudjuk illeszteni. Az ugye ennek többféle lehetőség van. Egyrészt az, hogy megpecseljük a forráskódot és belerakjuk azokat a build fájlokat, amik kellene. Másik lehetőség, amit mi szoktunk csinálni, az, hogy külön szedjük teljesen a build fájlokat, így egy teljesen módosítás nélküli Hunspell forráskód mellébe vannak rakva az Android build fájlok, és úgy használjuk. És ugyanúgy az eredmény az ugyanaz lesz. Megnézzük, a Hunspell-nek van egy C++-os API-ja, és gyakorlatilag ezt le tudjuk képezni Java-ban. Tehát nagyon egyszerű egyébként, hogyha mégis nem használtatok Hunspell-t, akkor tényleg annyi, hogy betöltöd a szótárat, és akkor átadsz neki egy szót a spell függvénnyel, és akkor megmondja, hogy helyes vagy nem. Illetve olyan kedves, hogy ha ragozott szó, akkor még a szótövet is leképzi rögtön. Ezen kívül van egy suggest nevű hívása is, ahol pedig, hogyha hibás szót adunk be neki, akkor visszaad egy csomó javítási lehetőséget. Maga az Android spellcheck service az nagyon egyszerű, gyakorlatilag két dolgot kell implementálni. Egyrészt létre kell hozni, amikor a platformtól valaki azt kéri, hogy én szeretnék helyesírást nőrzni, akkor ezt fog meghívódni, ahol látjuk, hogy nagyon egyszerűen aktiváljuk a Hunspell-t. És a második rész pedig annyi, hogy amikor az adott program azt kéri, hogy igen. Amikor az adott program azt kéri, hogy szeretné akkor megtudni, hogy jól írták-e ezt a szót, illetve hogy javítsa ki, akkor ez a függvény fog lefutni, ahol megint csak látjuk, hogy igen, egyszerű a megvalósítása. Jó, hát nézzük meg élőben, hogy ez tényleg működik. Igen.
Tehát ez a, ide már fel van telepítve ez a, az új Hunspalace helyes versenyerző, akkor mondjuk próbáljuk meg beírni a lyukat pontosével. És nagyon okosan tudja azt, hogy ez más lehet. Válasszuk. Lyuk. Veszőcske. Szót is fel fogja ismerni, hogy ez valójában nem ez. Nem veszőcske akar lenni, és így tovább. Hát tehát, mint láttuk, igen egyszerűen integrálható volt a Hunspalace az Android 4.0-ba, úgyhogy remélhetőleg hamarosan a marketből is elérhető lesz ez a, az alkalmazás. És reméljük, hogy hamarosan lesz Android 4.0-át futató telefon is, amit meg lehet vásárolni. Jó van. Úgyhogy lassan az időnk végre is értünk, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmeteket, hogyha van még kérdés, akkor nagyon szívesen válaszolok rá.